Hallo liebe MZ Simpson-Freunde. Heute werde ich mal zum meinem Freund Korci hinfahren und wir schauen, was für eine Sammlung er hat. Also Korci, was megyünk? Megnézzük, hogy milyen gyűjteménye van. Hova tegyem? Ahova neked itt szépen, el ne törjön. Na hát itt van a... Itt van először a kis emzény. De most várjál, vélem, hogy valamit... Ez nagyon szép. Valamit is elkezdenél. Hadd kérdezem meg tőled, először is mennyi időben... Ja, hát ez egy felújított motor. Ez a legújabb szerzemény. Ez felújított motor. Felújított motor, igen. Igen. Teljesen üzemképes, tehát... Megpróbálok lelket lehányni bele. Nem az motorban. Nézd meg, nem nyitottam én ezt előttem. Szép hangja. Röndes. Szuper. Hátul is. Téklámpok. Szuper. Akarom tovább füstölni, mert bemértőröz nagyon a műhely. Ez a kerékpár? Ez csendőr kerékpár, csendőr bicikli. Ez a csendőrségnek volt a kerékpárja. És ez milyen évjárat? Ez 1936-38 körüli. Jó, nem egy mai gyerek. Nem. És az ilyen nagy dinamója volt, meg ilyen nagy lámpája? Igen. Ez így volt eredeti. Ilyetem, ez nem. Így volt eredeti. És a puska? Hát ugye ez egy replika, de így vitték a puskát. Így vitték a puskát. És ez... Ez milyen márka, ez a kerékpár? Szövetkezet. Ja, tehát magyar? Magyar, igen, igen. Látom, csak tudtam elolvasni. Milyen szövetkezet? Varázs. Varázs szövetkezet? Varázs szövetkezet. És akkor ez teljesen originál minden. Ez hát ugye felújított, már rozsdás volt, de... Azt gondolom csak, hogy... Csendőrnek a kerékpárja volt, tehát a régi rendőr. És a gyönyörű csíkokat kifestette vele? Hát egy festő ismerőse már csináltuk így közösen. Olyan szív. Szuper. Meg hát az a Moszkvics, azt is le kell ottan videózni gyorsan. És ilyen fiatalos autóval jársz? Nem, ez a fiaimé. Ez. Ez lát fújva? Igen, felújított. Ja. Ez a kisunokám, amikor... De ez még a régi verzió, nem? A régi 1975-ös. 75-ös, ja. Ugye... Megvan, ott van a rendszámtáblája, mert ennek a rendszámtábla volt a... Jó mondom, ugye? Nézd meg, 75. Ez nem úgy hülyeséget. Nem látom. De hogyha egy kicsit fölvillántjuk, akkor meglátjuk. Várják mindjárt. Na, leesik. Jó, ezt csak így föl lehet villantani? Igen. Mennyi a száma? 75. 75, igen. Jó, emlékszem. Ugye a rendszám tábla az évjáratot írta nekik. Ezt nem tudtam, azt most megint tanultam valamit. Igen, minden, az évjárat volt a... Ezt te voltál valamikor? Az én voltam az 50-es, igen, meg okay. Ott van a katona jelzéméről a... Aha, az oklevél. Az oklevél. Na itt van a babakék eredeti, itt ugye? Van az eredeti babakék MC. Megkérlek, hogy itt a hátsó kipufogóját nézd meg. Ez teljesen eredeti kipufogó, és amikor én ezt megvettem a motort, akkor azt mondta a bolt tulajdonosa, hogy az MZ-nek egyetlen egy lényeges dolog, amit soha nem szabad elfelejteni. Mert ha ezt egyszer is elfelejti, akkor vége az egész motornak. Ezt gondoltam magamban, ez már volt egy pár motorom, hát mi lehet, amit még nem tud az ember? És akkor mondja, amikor megáll a kipufogót, azonnal ki kell törülni, mert egyébként rászárad az olajos korom, és többet soha nem lesz ilyen szép tiszta. Hát butaságnak tartottam. És akkor ezt mindig törögettem. És igen, nézd meg, itt a táska, a volt honvédségi táska, ez, amikor katona voltam, ez a táskát kaptam, és itt van benne a rongy,
és itt lehet látni, amikor megállok, akkor abban a pillanatban törlöm is ki. És látszik is, hogy hülyeség az egész, de nem ez, tudom megtudni. Ez eredeti képű fogó? Ez eredeti képű fogó. És ilyen szép. Igen. Hát az hihetetlen. És nem tudom megtudni, hogy igen. Az index is eredeti. Ez teljesen eredeti. Minden eredeti az ki. Nagyon szép. Úgyhogy... És olyan komoly érték ez már, így. Meg az, hogy ez is teljesen, hát hiszem láttad motoroztunk üzemképes, de megpróbálom hazakérni, és nem már ülve, akkor ennek menni kell. Akkor kívánok, mint a izénél, csajnál! De jó hangja van! Júj! De azért az eredeti kipufogó az más. Egészen. Mi és ha? Igen. Tudod, nézd meg a hátsó indexeket, ha lehet ez legyen benne a videóban, amit most mondok, hogy ne lát. A 6 voltos rendszernek már azért fáradt, és alapjáraton szinte nem lehetett látni a hátsó indexet. LED van benne. Igen, és a Cseke Pisti jött utánam az oldalkocsi Spannoniával, és mondja, hogy Karcsi, ez életveszély. Én neked meg fogom csinálni a hátsó indexet, és őtőle kaptam ezeket a ledes indexeket. Jó, és elől úgy, meg eredeti? Nem, elől is. Megvan az eredeti égő, meg pluszban még egy led sor van rátéve, és itt most sokkal hatásosabb, úgyhogy biztonságosabb a közlekedni. Nagyon jó hangja van, hallod? De ez tényleg ilyen, csak mondom, ez a... Ezt egyszer lehet, hogy kipróbálnom. Nagyon szívesen. És most már meg is töröltem. Igen, és ezt meg kell törölni. A lelkiismeretem miatt nem másért, mert teljesen fölösleges dolognak tartom, de lelkiismeret. És aki eladta, az így törölgette? Az így törölgette. Hát hova tegyem, hogy lássuk az ülést? A motorra. Vagy ide a gépháztetőre? Oda is. Ja, ez, itt van a Lada. Igen, ugye ez a Warburg Trabant és a Skoda. És akkor melyikről mit kell tudni? Hát a... Ez diploma. Igen, ugye ott voltam kint tanfolyamon, ez a gyár szervezte, én autószerelőként kerültem ki a műszeripariból, és akkor ott voltunk délelőtt, hogy tanítottak bennünket az iskolába, délután meg mentünk mindig a gyárba, és azokat a folyamatokat, amit az iskolába délelőtt tanultunk, az délután megnézték. Megláttuk élőbe. És ez a melyik városban volt? Ez Lada Boleslav. Tehát... Mlada Boleslav. Tehát Csehszlovákia. Igen, egykori Csehszlovákia, és most melyik területen van az? Most Cseh területen van. Ugyanott van egyébként a Skoda gyár most is. Oké. Okay. Ez meg ugye Zwickauban volt, a Trabant. Itt van csak már homályos ugye a... Már nem látszik már az írás. Már nem látszik az írás. Vagy lehet, hogy valamit teszek rá, valami szűrőt. Jó. Ez meg a Warburg, ez meg ugye Eisenachban volt. Tehát az Eisenachban, ez meg Zwickau. Ez meg Zwickauban volt. Két hetet voltunk Eisenachban, két hetet Zwickauban. Az igen. Mennyi idős voltál? Hát ugye ez mikor volt? 85, én meg 60-as vagyok, akkor 35 éves voltam. Ja. Hát akkor ma akkor sem voltál tini. Ja. Azért a Trabantról hadd meséljek el egy történetet. Délelőtt bent vagyunk ugye a tanteremben, és... akkor még nem voltak a 600, illetve 601-es Trabantok voltak, még nem volt a négyütemű Trabant, ugye, és csak a hátsó ablak nyitó, azok a két fül, ami volt a Trabanton, meg már az a négy küllős kormánykerék, amit azt mondták, hogy nyugati exportra szállítanak. Ugye ez a nyugati export azt jelentette, hogy a német tudta megvenni, hogyha valaki nyugat-németből befizetett neki, ugye márka van, akkor még márka volt. Na, és mondják, már körülbelül 15-20-an voltunk a tanteremben, magyarok, és mondják ennek az oktató vezető mérnöknek, hogy ők ilyet szeretnének vásárolni. És mondta, hogy uraim, én is nagyon szeretnék, de nem lehet kapni, mert ez csak a nyugati típusokra készül. Hát másnap megint ugye a tolmácson keresztül ugyanez a folyamat lezajlott, mondta, értsék meg, nem lehet, én is nagyon szeretnék, de nem tudjuk megszerezni. Hát ugye a magyar embert nem kell féteni, akkor az amó szappan, meg nem tudom, hogy volt ez a faszappan, ezzel mindent meg lehetett venni, még a lányokat is. Ugye délután mentünk a gyárlátogatásra,
egy amó szappa, mindjárt egy kormánykerék benne a kabátba, a másiknak a két elefántjú, minden. Reggel megyünk a tanterembe, újból eljátszódik, azt kérdezik a mérnököt, mondja, hogy én is szeretnék. Tényleg szeretne? Mondják, igen, hát akkor itt van, tessék, kettő ebből, meg itt van a kormánykerék is. De az először lemerevedett, elkezdett örülni, na, micsoda boldogság. Másnap reggel jön vissza, hozza vissza a cuccokat. Hát, de miért? Hát ajándékba kapta. Nem, ne haragudjanak, ha ezt most az én Trabantomban meglátják. Hát abban a pillanatban jön a rendőrség, mert ilyet nem lehet, de Németországban beszerezni. Szóval ez a magyar, ez volt a magyar, magyar mentalitás. Igen, igen, igen. Egyébként a Warburgban, ott akik oktattak bennünket, ők azt mondták, hogy a Warburg a világ. A világ legjobb autója. Nem lehetett rá semmi rosszat mondani. Mm. És akkor ugye kezdtük neki mondani, voltak tipikus hibái a Warburgnak is, hogy a szabadon futó, meg csöppent be a váltó végén az olaj, meg ez az, és azt mondták, hogy ameddig, már ugye akkor még vittük ki az Ikarusokat, és azt mondták, hogy ameddig az Ikarusból locsog az olaj, addig a Warburg nyugodtan csöpöghet. Ugye én motorversenyeztem a szombathelyi Spartacus színeibe. Ez a ruha már sajnos nem jön rám, az egy eldek csásisat, és akkor a műszeripari HTS-en keresztül tudtunk vásárolni vadonatúj cross-cekkákat. Itt van a számla, meg tudom mutatni, 56 ezer forint volt, amikor a Zsiguli 104. Az igen. Olyan drága volt, hogy 3 év alatt kellett a részletet kifizetni, hanem a motor véget összetört, mint egy hát, akkor nincs a recepta. Nincs, sajnos nincs. Nagyon bánom, de hát ugye így utólag az ember. A motorverseny. Egy veterán, kiállítás. Még egy sztorit hadd meséljek el, autószerelő sztori. A Ladába nem tudtunk kimenni, mert nagyon sok volt a jelenkező, és az előttünk lévő turnus még kijutott. Mi már nem, hanem inkább bejöttek az oroszok, és a budapesti AFIT-ba volt a tanfolyam. Rendes bizonyítványt kaptunk róla minden kutyafülön, amit szeretnék neked mondani. A főtaxitól is volt ott két igazi pesti, az az igazi pesti zsivány, de jó értelemben egy zsivány srác. És mondja a mérnök úr, hogy hogy kell a szelephézókat beállítani, indikátoróra, meg így, meg úgy. Hogy megmutatja gyakorlatban, és valaki hozza be az autóját. Na az egyik ilyen főtaxis hozott egy lepukkat, pesti volt a főtaxi autó, Zsigulit. Beállította, mindjárt felvette a köpányt, beöltözött, tudod, így úgy, becsinálja, beindítja a motor, mind a vekkeróra úgy ketyeget, mindenféle hangja volt. Újból megint még rosszabb lett. És akkor mutatta neki a pestis csávó, hogy dobd el a szerszámaidat, és akkor újjal, hogy éppen egy kicsi hézag legyen, mert egyébként működött az a beállító műszer, de akkor, amikor a vezérműtenge is, meg a bütyök is, minden épp volt. Ja, de amikor már kopott volt, akkor nem működött. Akkor már úgyhogy kellett az új érzés. Igen, ne, és akkor ő beállította újjal, elcsendesedett a Zsiguli, és akkor egyet káromkodott az orosz inzsenőr, hogy a magyarok mindent megoldanak. Ezt kérlek szépen, ebben ténylegesen annyi kilométer van, akkor ne ugye. Ténylegesen ennyi kilométer van, ma mindjárt kinyitom az elejét. És ilyen... Hú, ilyen patika! Ilyen eredeti a motorja. Azt a mindenit. Teljesen eredeti. Mindig gyerekkoromban csodálkoztam, hogy két duda van. Igen. De hát ugye ezek 73-72-ben kezdődött. Amire én emlékszem, akkor már ott a gyerekként nézegettük a Ladákat, és ugye én a műszeripariban dolgoztam, ott volt a garanciális javítása, de tulajdonképpen egészen 87-ig nem sok minden változott, az, hogy a lökhárító baba helyett ugye gumi lett, de teljesen eredeti minden. Egyedül a porlasztót cseréltem most ki, mert az egyik barátomnak, az Angler Lajost ismered, aki a Skoda SNMB-vel volt. Ja, tudom. Ő mondja, hogy Skodához kellene hüvely alátét. Mondom, fölmegyek a műhelypadlásra, körülnézek, aztán találtam egy vadonatúj zsírúj porlasztót ehhez a típushoz, hogy azt tettem be. Nyugodtan nyisd ki a belsejt is. Na itt aztán nem rohad. Nem. Hát jó, most nem is nagyon használjuk. Állítólag
Ha igaz, amit mondanak, hogy ez a Székesfehérváron dolgozott valaki a videótomba főnökként, és az ilyen hétvégi autóval, csak már vállalati autói voltak, ha igaz a történet, mert nem tudom. Ez kinyitod-e már még az eredeti ruszki szakbánkban? A sisakokat beraktam már. Ez a sisaktartód. Igen. Úgyhogy ez ilyen. Két eredeti festésű jármű egymás mellett. Ez a H betű is még. Igen. Nagyon originál. Még nem is tudom, az Altrica mi az a? Nem véletlenül, hogy ezek az autók megmaradtak ilyen állapotban. Ez az alvázvédő. Uh-huh. Már az... akkor ez egy nyugat-német vagy angol, nem is tudom pontosan milyen technológia volt, mert ha ide jössz, megmutatom, a küszöböt doblemezeket minden meg lett kurva. Az ajtó, ugye azért vannak itt ezek a kis pontok. Uh-huh. Itt is találunk. Hogy az üregekbe fújtak be. Yeah. És ez új korába be lett fújva, és sokat védett a karosszériája. Külön volt alvázvédelmes, aki csak ezzel foglalkozott. Látod, itt mindenhol. Ezek megvoltak a gyári pontok, nézd meg itt három helyen. Uh-huh. Látod, az ajtóba is. És akkor itt is a küszöb. Uh-huh. És ezt addig fújta, még a túlsó oldalon nem csapadott ki. Ja. És üregvédelem. Már akkor üregvédelem volt, akkor már ilyen viaszos anyag volt ez a... Uh-huh. Úgyhogy hát ha meg akarod nézni az alját, menjél le ott a lépcsőn. Nyugodtan menjél le. Ez hány kilométer van benne? Most megmondom pontosan. 51.800. Aha, uh-huh. Az igen. A veteránkorba beleférve 85-ös, ugye, de hát azért a Lada még nem igazán veterán autó. Mert még sok van belőle, de egy megbízható üzembiztos, úgyhogy inkább én ezzel autózok, hogyha messze mondjuk. Ezt azért ne vedd föl majd a videóra, légy szíves. Ugye a negyed motorra mindig föl tudod a régi, aztán ha ő is álljon bele, mint veterán találkozókra, akkor autóval megyek. Tehát én a motorra szívem vágyom. Jó. Téla, megmondom neked őszintén, hogy ez a sok különbség talán tudnák venni, mint amilyen egy BMW-t is adtál ezeknek az árán. De engem valahogy nem se a japán motor, se a igen. Motor, valahogy nem dobogtatja meg a szívemet. Engem inkább ezek a régi keletiek. Hát igen, mert ugye nekünk ez a múlt. Nekünk ez volt, így van. Nekünk ez a nosztalgia. Tehát ez még ez is régi sépte? Igen. De el van törve neki, az a baj a csatja. És akkor ez meg a katonai, de mindjárt veszem. Te most a katonai MZ, mondjuk egy NDK-s, vagy egy magyar, ott az voltak különbségek? Vagy ugyanazt adták el? Három, én ezt pontosan végigjártam, ugye nekem volt négy katonai MZ-m. Egy volt gyári új, ami az interneten most is kereng, az M-zárolt motor. Az is az enyém volt. A következő volt ezzel a történet. Ez úgy vannak ezek a katonai motorok, hogy ugye a 250-es először behozták a TSMZ-t Magyarországra, utána hozták ezeket. Volt kevés van. Igen. Utána hozták ezeket a 16-os kerékkel, a kiskerekű, és egybe volt a nyereg. Utána következett a 18-as kerekű, tehát tárcsafékes, és külön voltak az ülések. És ez a motorkerékpár hivatalosan igazolva van, itt vannak a dokumentumok, ez Dunaújvárosi helyőrségnek volt a motorja. És ez egy jótés, tehát ez egy teljesen felújított. És ezek a szimbólumok direkt nincsenek rajt? Mármik? Nem, ez minden le volt festve. Ja. Ezeken nem volt. Hát az, hogy ne csillogjon? Vagy... Igen. Mert... Ugye a kipufogó is azért nem krómozott volt, ja. Hogy ne várja vissza a fényt. Ja, ezen nem tárcsafék van, hanem... Igen. És ennek kis kereke van, most látom. És kis kereke van, ennek 16-os, igen. És TS lámpa van rajta. Igen. Ja, nem TS. Az LTZ, csak ugye ez a fényvető... Ez különben mi szélt szolgál? Ez a fényvető, hogy, elmondom. Hogy te neked. Láss, te téged ne lássanak? Nem. Hanem ez úgy van, hogy most ezt lehajtom, akkor a motor, ráteszem a világítást éjszaka,
itt még nem világít, egy olyan 10 méterrel előre kezd világítani. És azt mondták, hogy ez azért kell, hogyha mondjuk éjszaka megy és meglátják a fényt az ellenség, hogy ne tudja kilőni, már ugye oda lő, ahol a fénynek a vége van, már hát ott van a motor. Ja, értem, és akkor ez meg így van. Azt se tudtam. Hogy előre lő. És leszükíti a fényt, csak egy csikot látsz. De ezt komolyan nem tudtam. Ja. Ja. Gondoltam, hogy valami, hogy ne legyen a feltűnő, vagy igen, ne lássák. Igen, igen. Ez azért, hogy előbb lejülőjenek? Igen, hogy előbbre megy a fény. És oda fognak célozni. Tehát ezt az alsó részét nem látja. Ezt nem tudtam. Tehát aztán tulajdonképpen én, akikkel beszélgettem, mert ez a motorkerékpár, ez hírhívő motor volt. Híradós? Híradós motor volt. Megvan neki a másik felén, a táskája, nincs rajt most a motoron, bent van a Lada csomagtartójába, de kihozzam gyorsan, hogy legyen egy szép komplet. Hát, kihozhatod. Még azokat megnézem azért. Nagyon egyszerű volt ezt ilyen gyors csatlakozóval. Ilyen gyorsan, nem lehetett szerelni. Így, és ez leszorította. És ennyi volt. És ugye ennek a tartalma volt a legfontosabb a csajka. Ebből elég legyen mit ettünk, enni. Ettünk, ittunk. És azért ez ki volt találva, hogy kiveszed a csajkát, pont a kulacs ilyen mélyre. Ja, nekem is volt, de voltam én is kapcsolatban, 91-ben. Igen. Úgyhogy ha megy egy találkozóra, ebből szoktam menni. Ugye hátul a gyalogsági ásó, tehát ez így volt komplet. Ha gondolod, megpróbálom, megindítom, mert talán van benne annyi ára. Jó. Mehet? Örüljenek a zöldek! Jó, hát leüt benne az olaj! Leüt benne teljesen az olaj. Ja. Jó, leállítom. Itt állt 3 hónapig. Na, nagyon szép. Gondolom jól megy, nem? Igen. Húz mind az állat, nem? Ugye ezzel a kis kerékkel nagyon nyomatékos. Igen. Még a csomagtartót felveszem. Azért, aki innen kimegy, annak szeretnék mindig valami kis ajándékot adni, jelképeset, ami a szívéhez közel van. Na, mondd már, hogy ezt tudom, te szereted a Simpsonokat, ez egy gyári, teljesen gyári, eredeti katalógus, különböző képekkel. Itt van a szép Simpson Schwalbe, úgyhogy én ezt sok szeretettel neked átadom. Köszönöm jó? szépen. Akkor nem én vagyok az nálad, első, nálad aki videózik itt nálad. Nem. De azért még valamit hadd mutassak neked. Sört is hozom? Sört aztán...